Befejeződött a 2017-18-as szezon, így a Honvéd média stábja ellátogatott a BHS a kézilabda szakosztályához. A budapesti Honvéd MB2 északi csoportjában vitézkedő felnőtt férfi csapata az idényt a 7. helyen zárta. Majdnem kiegyenlített mérleggel, 10 győzelemmel, 1 döntetlennel és 11 vereséggel fejezték be az idei bajnokságot. György Gábor vezetőedző értékelte nekünk az évadban nyújtott teljesítményüket. Hát számunkra úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes, nagyon nehéz és egy nagyon nehezen beinduló szezon volt. Az elején belefutottunk egy nagyon nagy vereségbe, onnan próbáltunk fölállni, hoztunk egy bravúr győzelmet, és szépen lassan fölépült a csapat. Ez igazán tavasszal sikeredett meg, tehát tavasszal kerültünk olyan állapotba, hogy egy igazi csapatként működtünk. Nagyon sok játékos kipróbáltunk, a végén mégiscsak a mag maradt meg, az az igazi Honvéd mag, akikre lehetett számítani, és ők a tavaszt úgy hozták le, ami pontban nem látszik meg. Tehát ha csak a statisztikát nézem, akkor majdnem egy azonos szezont zártunk az ősz is a tavaszt nézve, viszont eredményben megszorítottuk a harmadik helyet a harmadik helyezett 60 csapatát idegenben egy góllal. Hoztunk olyan győzelmeket, amivel el tudtunk lépni a kieső zónából, ami egy nagyobb könnyedséget adott a csapatnak. Összeálltunk, jól dolgoztunk, élveztük a játékot, ami számomra az volt a legfontosabb. És ténylegesen a legvégén egy igazi kevés játékos, tehát a létszámunk az nem nagy, viszont egy nagyon összetartó és nagyon kemény mag született meg, és ők egymásért, a csapatért, a Honvédért nagyon nagyot küzdöttve, nagyon jól játszottak. Valóban a végére becsúszott egy döntetlen, meg egy vereség, ami nem volt beszámítva, de még így is azt mondom, hogy 50%-os évet zártunk. Remélem mindenki, úgy beszéltük meg velük, és hogy marad a mag, és ővelük megyünk tovább. Megpróbáljuk fölépíteni a mostani ifistákat, fiatalítunk egy kicsit. Megpróbálunk létszámban úgy az edzéseken több sportolóval részt venni, hogy tudjunk már most már olyanok gyakorolni, ami azért kell ehhez a sporthoz. És hát megyünk tovább. Előre szeretnénk lépni. Én úgy gondolom, hogy az negyedik-ötödik hely az már egy olyan reális kitűzés lehetne a mostani csapattal, kiegészítve játékosokkal, és szeretném a magot egybe tartani.